Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál az álmaidról, az elképzeléseidről van szó. Megnézzük azt, hogy helyes-e ez az elképzelés, passzol-e hozzád, és hogy mikor valósul meg. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a kivetést. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Itt megnézzük a te kívánságodat. Itt megnézzük a te kívánságaidat. Mi ez az álom? Ez a kép jelenti a nyilvánosságot, a kapu a lehetőségeket. Ez az elképzelés nálad, hogy megjelenj a nyilvánosságon, hogy mások észrevegyenek téged, hogy kinyíljanak a lehetőségek, hogy sikereid legyenek. A gondolatod ezzel kapcsolatban. Itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Néha úgy gondolod, hogy az egerek eltávolítják ezt a lehetőséget. Persze azt is jelenthetik a kártyák, hogy itt a kapu még zárva van, de az egerek eltávolítják ezt a zárt kaput, és akkor nyílik ki a lehetőség. Az érzelmeid. A hold szimbolizálja az anyukádat, az anyai érzelmeket, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez nagyon erős nálad, hiszen érzed, hogy vannak itt álmok, elképzelések. Szerintem megvan a hited is, de néha úgy gondolod, hogy a kapu zárva van, hol így, hol úgy, hol bezárják az egerek, hol kinyitják az egerek. Ez az álom, ez helyes számodra? Amennyiben egy férfiről van szó, igen, álmodhatsz, álmodozhatsz róla, hiszen ez a férfi útban van hozzád. Itt, ezen a helyen a kártya majd mutatja, mi van akkor, ha ezt feladod, vannak más lehetőségek, egy más álom, egy más kívánság. Jelen pillanatban ez még nem lenne jó. Tehát maradj abban az elképzelésben, hogy ez a férfi szintén álmodik, álmodozik rólad, útban van hozzád, felvállal a nyilvánosságon, vagy találkoztok a nyilvánosságon. A ravasz róka jelentett egy hamis szemét is. Ha van ezen kívül még egy más elképzelés, például, hogy szeretnél sikereket a munkahelyen, akkor ne beszélj erről, hiszen itt látható, hogy valaki figyelget, és tudni akarja, hogy milyen terveid vannak. A lehetőségeid. Itt a ház jelenti az alapokat, ez megvalósítható. Amennyiben párkapcsolatról van szó, és vannak álmaid, elképzeléseid, akkor itt látható, hogy ez a férfi közeledik hozzád, jön a házhoz, tehát meglátogat téged. Vagy megvannak arra az alapok, a lehetőségek, hogy együtt kiépítsetek valamit. Mit tehetsz annak érdekében, hogy ez az álom megvalósuljon?
Itt vannak még ugyan nehézségek, egy szikla itt az útban áll, még nem tudod, hogy mi van a hegy mögött, hogy mi van a szikla mögött, még nem látod konkrétan a lehetőségeidet, vagy kerüld el a problémákat, a lehetőség megvan arra, hogy ez az álom megvalósuljon, és kinyíljon ez az ajtó. És mikor valósul meg? A medve jelenti az erődet. Fektesd be ebbe az erődet. Ez az erő, az jelenti a belső erőt és a hited. Amennyiben megvan a hit, akkor ez az álom hamarosan beteljesedik. És ez volt az általános jóslás, a te kívánságod, az álmaid, vágyaid, elképzeléseid. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!